Sziasztok! Ebben a videóban végigmegyünk azokon a lépéseken, amik szükségesek ahhoz, hogy aláírjátok az EU-s petíciót. Nézzük, hogy mi is a teendő. Először is nyissátok meg a vapingisnattobacco.eu weboldalt. És fogadjátok el a kukikat, mert anélkül nem élet az élet. Sajnos ennek a weboldalnak nincsen még magyar fordítása, és problémás a kihelyezés is, úgyhogy azért készült ez a videó, hogy az is el tudjon rajta navigálni, aki nem rendelkezik angol nyelvtudással. Szóval, mit kell tennünk? Lehet itt össze-vissza navigálni a, az oldalakon a egészen támogatóktól, ahol már itt van a villanypára egyesület is. Örülünk neki. A magyarázatig, hogy egyáltalán mi ez a, az elektromos cigaretta eszköz. Itt elmagyarázzák a készüléktípusokat, de tényleg csak így pár bekezdés erejéig, hogy mindenki képbe kerülhessen. És a legegyszerűbb módja annak, hogy aláírjátok, az itt az Act Now gombra kell kattintani, ami más sem csinál, csak átviszi ide a Take Action oldalra. És ami nekünk fontos, az itt az első oszlop, a Sign the European Citizens Initiative, és alul a Sign the ECI, erre rákattintunk, és akkor itt alul bejön egy keretben, az oldal, de még mindig angol nyelven. Ahhoz, hogy ezt magyarra váltsuk, ezt itt le kell gördíteni, és kiválasztani a magyar nyelvet. Mostantól minden magyar itt a petíció aláírásával kapcsolatban. Ami fontos, az itt a felső részen látható, hogy egymillió aláírás szükséges ahhoz, hogy foglalkozzanak a petícióval, illetve ezzel a polgári kezdeményezéssel, és a cél számnak az elérésére 2020. február 20-áig van lehetőség. Akkor vették ugyanis, tehát most 2019. február 20-án vették nyilvántartásba, és erre egy év van, hogy összegyűjjön a tagországokból egy millió aláírás. Ugye ez arról szól, hogy az Európai Bizottságot felkéri ez a polgári kezdeményezés és a mögötte álló emberek, hogy módosítsák a 2014 per 40 per EU direktíva 20-as cikkejét, és alkossanak olyan jogszabályt, amely egyértelműen elkülöníti az elektronikus cigaretta a dohány és a gyógyszerektől. Aki bővebben szeretne olvasni, erről az megteheti itt, illetve a polgári kezdeményezés weboldalán, ami innen nyitható meg, de foglalkozunk most azzal, hogy hogy lehet ezt aláírni. Először is itt válasszuk ki a mi országunkat, jelen esetben ez Magyarország, és válasszunk ki egy, egy személyazonosító okmány típust. Legyen esetünkben ez mondjuk a Személyazonosító igazolvány. Ide beklimpírozzuk az adatainkat. Kiválasztjuk az állampolgárságunkat, ami magyar. Beírjuk a kapcsolódot és a pipák behelyezésével kijelentjük, hogy valós adatokat adtunk meg, és kijelentjük, hogy elolvastuk az adatvédelmi nyilatkozatot és a kezdeményezésnek az ismertetését. Mind a kettő pipa szükséges ahhoz, hogy érvényes legyen a szavazatunk. Ha ezzel megvagyunk, akkor más dolgunk sincs, mint a támogatom gombra kattintani. és ennyi. Kész is vagyunk. Itt még visszajelzést küldhetünk nekik, de ez igazából teljesen szükségtelen. Az aláírásunk bekerült a kalapba, úgyhogy innentől kezdve már csak azt kell várni, hogy vége legyen ennek az időszaknak, és reménykedni abban, hogy a bűvös 1 milliót elérjük. Egyébként, ha arra vagytok kíváncsiak, hogy ki hogy áll, akkor itt meg tudjátok a, tehát a fő oldalon, ha vagytok, akkor onnan el kell navigálni a Take Action nevezetű fülre, ugyanúgy, mintha aláírnád, és akkor itt a legördítős résznél bal oldalon lehet látni, jobbra-balra lapozgatni ország szerint, itt látjuk, hogy hogy éppen százalékos arányban hol tart az adott ország, vagy az összes ország megtekintése gombra kattintani, és akkor szépen látjuk a térképet. Interaktívan, ha fölé visszük az egeret, akkor azt is látjuk, hogy hányan írták alá százalékos arányban és főre vetítve. És hogyha egy országban elérik a száz százalékot, ami most jelen pillanatban azért igen messze van, ha megnézzük a listát, akkor Látszik, hogy, hogy ki hol áll. Itt van az első oszlop, az, hogy hányan írták alá, a második oszlop a szükséges aláírások száma, a harmadik oszlop pedig a százalékos teljesítés aránya az egészhez képest. Tehát jelen pillanatban Magyarország 8,7%-kal áll, és itt tudjátok megnézni, hogy melyik országban hogyan teljesítettek. Ugye itt azért változnak a számok, mert mindenhol a az ország népességének a függvényében arányosan kell teljesíteni az EU összlakosságához képest az aláírások számát. Az lesz jó, hogyha ezek a kék országok elkezdenek bezöldülni, ilyen zöld színűek lenni, mert az jelenti azt, hogy abban az országban teljesült az arra az országra adott. Vóta, hogy úgy mondjam, aláírták a megfelelő számban, és az az ország akkor ki lehet, hogy pipálva legyen a listán, hogy ilyen nyakatekert szóval fogalmazzak. Ami nem jó, hogyha ilyen pirosat látunk, mint jelen esetben Lettországot, ahol nulla, azaz nulla jelen pillanatban még a, a aláírók száma. De mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, foglalkozzunk azzal, hogy a magyar aláírások gyűjjenek, és lehetőség szerint minél hamarabb elérjük a kitűzött célt, és egy picit fölötte is, hogy az utána validáláskor esetleg elhulló szavazatok nehogy érvénytelenítsék az érvényes szavazatok számát. Sok sikert az aláíráshoz. Kérdés esetén ide kommentben a videó alá nyugodtan írhattok, vagy írjatok az ecgitestek.hu-n a megfelelő bejegyzés alá, azt itt föl fogom tüntetni a videó alatt, illetve keressétek meg nyugodtan a Villanypára Egyesületet is. Sziasztok!